Modernizálás, útfelújítások Szerencsen és Ondon. Védelem. Toborozták a határvadászokat. Köszöntöm a Globo Televízió nézőit, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Jól haladt Szerencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől Ond-Rátka tája elkerülőig tartó útszakasznak a felújítása. A Magyar Közút Nonprofit ZRT megrendelésére augusztus végén a kivitelező Márkó Pó réteget terítette, Ondon azonban nagyobb mértékű a beavatkozás, ahol még a pálya szélesítését és a szegélykövezést végzik. A vállalkozó július 11-én kezdett hozzá az aszfalt felmarásához, a gépek végül 7 nappal később már a városba értek. Az út egyes részein nem csupán az új szegélyek betonozását végezték el, hanem a csapadékvízzel vezető árkokat mélyítettek és alakítottak ki, az úttest szerkezetét is cserélték. Ond belterületén a pályát is szélesítik, a korábban több helyen az ivóvíz vezeték javítása miatt felbontott helyeken tömörítik a földet, az aknafedlapokat is kiemelik és erősítik, valamint járdát építenek. Jól láthatóan a háttérben is dolgoznak, és talán a képből kivehető lesz, hogy szélesedik az út. Elég nagy forgalmú ez az út. A Magyar Államnak a közútfejlesztési programján keretén belül ugye lehetett pályázni a közútkezelő KHT-nak, amely elnyerte ennek az útnak a beruházását, és hál' Istennek időben hozzákezdett és csinálja is az útfejlesztést. Tehát az útnak a patkakövét javítják szinte végig, Ond településen keresztül meg fog újulni, és egyben ez egy szélesítés is. Igaz, hogy ezzel a járda keskenyebb lesz, de oly mértékben megnövekedett az átmenő forgalom. Nyilván az ondiakra is figyelemmel kell lenni, hiszen a lakás előtt leparkolni az egy teljesen jogos igény, ott hagyni az autót, viszont ez baleset veszélyeket is szült. Különösen itt a faluközponttól felfelé szűkebb volt az út, tehát mindenféleképpen indokolt az, hogy szélesedjen az úttest, természetesen és megújuljon. Tudjuk azt, hogy korábban nem egy csőtörés volt, gyakorlatilag a pályázatot elnyert közútkezelő ZRT-nek nem volt arra lehetősége, hogy a borsodvízzel kicseréltesse ezt a viszonylag hosszú csőszakaszt, de korábbról emlékezzünk rá, egy fél évvel ezelőtt is talán éppen ahol állunk is, olyan visszatöltéseket, csőtörés nyomokat kellett kerülgetni, ami az autósok számára az bosszantó volt. Remélhetőleg a csőtörés minimalizálódik. Csapadékvíz előtte a ivóvíz csatorna épült meg a mélyben, tehát mondhatjuk azt, oszlopokat helyeztünk odébb, mondhatjuk azt, hogy szinte teljes az infrastruktúrának a megújítása és a megújulása. Bárcsak a város többi részén is ilyen irányba tudnánk ellépni, de hát örüljünk ennek, meg én azt kérem, hogy örüljenek az Ondi úton lakók is minden építkezéssel járó nehézség ellenére. Közeleg a vége, jól láthatóan annak, hogy befejeződik a Ondi útnak a felújítása, újraaszfaltozása, és ezzel gyakorlatilag a városnak ez a fő egyik ütőerét jelentő útszakasz az megújul. Egyébként azt még hozzátenném, hogy a Tokaj-hegyalja a fejlesztésére szánt pénzekbe ezeket az útfelújítási pénzeket, ezeket beleszámítják, tehát Szerencsen a megújuló utak, korábban ugye 2 éve a Rákóczi útnak a felső szakasza, a 37-es út, a most a táját elkerülő Szerencs-Rákóczi úttal összekötő út, valamint a Rákóczi útnak az alsó szakasza, ezeket mind-mind az illetékes kormányzat egybe számolja, ami valóban idejött ez a pénz, és valóban azt lehet mondani, hogy a főközlekedési utak megújultak.
A polgármester nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az állami tulajdonú utak esetében Szerencsváros önkormányzata képviseletében személyesen csupán közvetítő szerepet vállalhat, hiszen a megrendelő a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Azonban többször kezdeményezett egyeztetéseket az érintett felek között, legközelebb szeptember 13-án találkoznak a Rákóczi út alsó szakaszának munkáinak a folytatása ügyében. Az elmúlt időszakban folyamatosan toborozták a határvadászokat Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, különböző rendezvényeken, városnapokon. Miskolcon a közfoglalkoztatottak körében népszerűsítették a hivatásos szolgálatot a rendőrök. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság egyenruhásai megyénk nagyobb településein, többek között Tiszaújvárosban, Miskolcon és Edelében tartott kulturális rendezvényeken, fesztiválokon megjelent helyi lakosoknak tájékoztatást adtak a szerződéses határvadász szolgálatról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, illetve az illetményről. Speciálisan az államhatár őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására irányuló feladatokat ellátó új állománycsoport a rendőrség személyállományát erősíti. A határvadász a határőrizeti rendszer első vonalában járőrszolgálatot hajt végre, az államhatáron történő illegális belépési kísérleteket akadályozza meg, továbbá az illegálisan belépett személyeket feltartóztatja és az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára kíséri. A magyar rendőrség a magyar államhatár védelmére és jogellenes migráció megakadályozására egy új állománycsoportot hozott létre, ők lesznek a határvadászok. A határvadászok a készenléti rendőrség állományába fognak kerülni, feladatuk a magyar államhatár védelme. Az államhatár területén, illetve államhatár kerítése mentén kell majd nekik szolgáltat, járőrszolgáltat ellátni, meg fogják akadályozni a jogellenes határátlépést, illetve a jogellenesen már határátlépő személyeket, az ideiglenes határzárt másik oldalára fogják kísérni, tehát gyakorlatilag ez lesz a feladatuk. Ezre a feladatra Hajdú-Bihar megyébe, Szabolcs-Szatmár megyébe, Csongrád megyébe, Bács-Kiskun megyébe és Békés megyébe hirdetünk felvételt. Határvadász lehet az, aki a 18. életévét már betöltötte, de még az 55. életévét nem. Magyar állampolgársággal rendelkezik, büntetlen előéletű, legalább 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik, és megfelel a fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági feltételeknek. Határvadász jelentkezést bármelyik rendőri szervnél, így a Szerencsérendőr Kapitányságnál is lehet jelentkezni. Egy jelentkezési egységcsomagot fogunk tudni adni. Ebben a jelentkezési egységcsomagban minden dokumentum rendelkezésre áll, amit ki kell tölteni ahhoz, hogy valaki ugye elkezdje ezt a felvételi eljárást, de a rendőr járőröknél, rendőr kollégáimnál is van ezekből az egységcsomagokból, ők is tudnak adni belőle, segítenek a magának a jelentkezésnek a kitöltésében, illetve a polisz.hu honlapról is letölthető ez az egységcsomag. Van egy pszichológiai alkalmassági vizsgálat első körben, ugye az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton felül, tehát a házi orvos fog adni egy olyan igazolást, amivel teljesítheti a fizikai követelményeket. Ha ezeknek a fizikai követelményeknek megfelel, akkor ugye pszichológiai alkalmassági vizsgálat is van. A pszichológiai alkalmassági vizsgálat során ugye egy intelligencia teszt, egy logikai teszt és különböző módszerek vannak, amivel lehet szűrni az alkalmasságot. Ezen kell még átesniük a jelentkezőknek, illetve az egészségügyi alkalmassági feltételeknek. Ugye kell hozzá majd egy tüdőszűrő, egy EKG, egy vérlelet és gyakorlatilag ennyi. Hogyha megvan az alkalmassági, akkor egy 160 órás képzésen fognak részt venni a jelöltek, és a 160 órás képzés alkalmával is már életmélyre lesznek jogosultak, és a képzés ideje alatt önvédelmi képzés, illetve a határőrizettel kapcsolatos tananyagot fogják elsajátítani, majd a tananyag elsajátítását követően egy gyakorlati, illetve egy írásbeli vizsgával fogja zárulni majd ez a képzés. Gyakorlatilag a képzés, tehát maga a határvadász képzés ideje alatt is már ugye ez a bruttó 300.000 forint, ami akár 400.000 forint összeget is elérheti, ez a teljesített órák számától függ. Tehát különböző portékokra lesznek még jogosultak a kollégák, illetve hogyha határvadászként fognak szolgálatot teljesíteni, akkor 3 éves határozott idei munkavállalói jogviszonyba kerülnek, ami további 3 éven meghosszabbítható.
Ez alatt az idő alatt jogosultak lesznek egyenruha viselésére, tisztesi rendfokozatba fognak kerülni, további bruttó 200 ezer forint összegű kafetéria ellátásra lesznek még jogosultak évi 25 nap alapszabadságra, ami szabadság további egy nappal fog növekedni minden éven. Jogosultak lesznek a kollégák még alapellátása, orvosi alapellátása, illetve 15 nap 100%-os betegszabadságra is, szociális segélyekre is szükség esetén jogosultak, illetve támogatjuk magát a munkába járást is. A szerződéses határvadász képzés időtartama 160 óra. A képzés során a jelöltek megismerkednek a kényszerítő eszközökhöz kapcsolódó elméleti ismeretekkel, valamint azok gyakorlati alkalmazásával, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a schengeni határellenőrzési kódexben foglalt rendelkezésekkel. A tananyag tartalmazza az írásbeli és gyakorlati vizsga teljesítéséhez szükséges ismereteket. A képzés sikeresen befejezők szerződéses határvadászként a készenléti rendőrség határvadász ezred személyi állományába kerülnek, és Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságok határrendészeti kirendeltségének illetékességi területén tisztesi rendfokozattal látják majd el feladataikat. 199. évadát nyitotta meg a Miskolci Nemzeti Színház. A 200 éves évforduló előtti szezonban sem fog unatkozni a társulat és a színház szerető miskolci közönség, akik Béres Attila igazgató szerint évadról évadra megmutatják, milyen büszkék is a színházukra, hangzott el augusztus 23-án megtartott évadnyitó társulati ülésen. Ám bár nagyon szomorú, hogy oly nagy hazánkba csak Miskolcon áll egy oly intézet, amely a nagy célnak megfelelend. Mégis örül a szívem, hogy valahol már a kezdet megvolt. Idézte gróf Széchenyi István 1827-ben elmondott szavait Béres Attila igazgató az évadnyitó társulati ülésen. Az akkori Magyarországon úgy érezték a magyarok, hogy érdemes állandó színházat létrehozni. Miskolcon ezt saját erőből tették meg a város polgárai. A nézők pedig azóta is úgy gondolják, hogy miskolcinak lenni, itt színházba járni olyan dolog, amire büszkének lehet lenni. A tavalyi évadban 110 ezer ember érezte így, és váltott jegyet az előadásokra. Azt gondolom, mindenki tudja, hogy a gáz, villanyár emelkedése, ez természetesen hatással lesz a színház működésére is, hiszen közvetve hatással van arra, hogy mondjuk drágább a faanyag, drágább a vasanyag, amiből mi a díszleteket építjük, drágább a csavar, amivel a díszleteket összeszereljük. Tehát le van egy ilyen általános drágulás. Természetesen a takarónk ugyanakkora, de hát én abban bízom, hogy az eddig is tapasztalt kreativitásunk át fog segíteni ezen a nehézségen, és abban is bízom, hogy az előadásaink minőségén ez nem lesz látható. És abban is bízom, hogy az a közösség, ami az elmúlt időben kiépült, felépült a színház körül, az a több mint 110 ezer jegyvásárló, aki szeret minket, azok ugyanúgy fognak jönni színházba, hiszen ígérem, nem tudom másképp mondani, ígérem, a minőségen nem változtatunk. Hát az mindenképpen egy fontos dolog lenne, bár nem tudom, hogy a gazdasági folyamatok hogy fognak ebbe beleszólni, hogy visszanyerjük a pandémia előtti nézőszámot. Ez akkor közel 130 ezer néző volt. Ha azt nézzük, hogy a múlt évadban, amikor még tulajdonképpen tavaly szeptembertől januárig azért még bőven uralkodott a pandémia Magyarországon, és januártól júniusig tartott az évad, ha az alatt 110 ezer nézőt sikerült megszólítanunk, akkor azt gondolom, hogy jó úton vagyunk, hogy elérjük jövőre a 120 ezer nézőt. Bár nem tudom még egyszer, hogy fognak ebbe a különböző gazdasági folyamatok belejátszani, de egyben biztos vagyok, hogy van Miskolcon egy hely, ami jövő ilyenkor pontosan 200 éves, és azt is tudom, hogy a miskolciak
nem csak szeretik a színházukat, hanem kicsit magukénak is érzik ezt a színházat. És azt is tudom, hogy a legnehezebb helyzetben lévő időszakokban is a Miskolci Nemzeti Színház erőt jelentett. Ez így lesz most is. Én szerintem a közösség a titka, tehát az a fajta egymásért való dolgozás, egymásért való létezés, illetve a színészek szempontjából én azt gondolom, hogy nem 11, hogy foci példával éljek, nem 11 Cristiano Ronaldot alkalmaztunk a foci csapatba, hanem azokat alkalmaztuk, vagy úgy tettük össze a társulatot, úgy áll össze a társulat, inkább így fogalmaznék, hogy a kölcsönhatásba, az egymással való munkában mindenki a legjobbját tudja nyújtani. Ez sokkal fontosabb. Egy foci csapat is akkor erős, ha az emberek kiegészítik egymást, nem akkor, ha 11 individuum futkorászik. Mi itt egymásért dolgozunk, ez az erőnk. Jövő májusban egy nagyon jelentős svájci színházat látunk vendégül, ez nyitja tulajdonképpen a 200 éves születésnap ünnepségeit, és hát a jövő évadot természetesen úgy fogjuk összeállítani, hogy az valamilyen képpen reflektáljon az elmúlt 200 évre. Ennek nyitó előadás, a jövő évad nyitó előadása is megvan, az ugyanaz lesz, mint a 200 évvel ezelőtti nyitó előadás, a Tatárok Magyarországon Kisfaludinak a műve. Én azt gondolom, hogy ugyanabban az órában, ugyanolyan körülmények között fogjuk elkezdeni a nyitó előadást, de természetesen készülünk egy könyvvel, ami az elmúlt 200 évre készült. Készülünk egy drámapályázattal, aminek jövő héten fogjuk meghirdetni a nyertesét, és természetesen bízom benne, hogy Magyarország jelentős színházak fognak Miskolcon sűrűn vendégjátszani a következő 200 éves évadban. Varga Andrea, Miskolc alpolgármestere saját bevallása szerint a 110 ezer néző egyikeként volt jelen az évadnyitó társulati ülésen. Igazi csoda, amikor ide érkezik az ember, és őszintén mondhatom, hogy az elmúlt évadban minden alkalommal megtörtént velem, a 17 éves lányommal és barátaival is ez a csoda. Azt látom, hogy ezek a fiatalok értik és érzik és szeretik a színházat. Városvezetőként elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a Miskolci Nemzeti Színház meg tudja tartani azt a színvonalat, azt a hihetetlen lehetőséget és kreativitást, amivel megörvendezteti a nézőket estéről estére, zárta szavait az alpolgármester. A 2022-2023-as évadban a Miskolci Balett 10 új tagot köszönt, a színház énekkara is új tagokkal gyarapodik, valamint 4 egyetemi hallgatót is köszönt idén a teátrum, akik a Jézus Krisztus Superstar musicalben lesznek láthatók. A Kincses Hegyalja Alapítvány szervezésében második alkalommal tartották a Tájai Alkotó Művésztelepet augusztus 8-a és 15-e között, amelynek helyszínéül a Tájai Vincellérház szolgált. Az egyhetes rendezvény során számtalan programon vettek részt a vendégek. Az eseményen képviseltették magukat a kortárs művészet jeles képviselői, akiknek a céljuk az általuk képviselt irányzatnak a megismertetése volt a közönség számára. A rendezvény sorozat egyik programja a nyitott műhelyben lehetőség nyílt a művészekkel történő személyes találkozásra, az alkotói folyamatokba való betekintésre. A művésztelep tematikájának címe Nő és idő. A programok egy része, ami a művészekre vonatkozik, azok a borkóstolás és a helyi kultúrának a megismerkedtetése velünk, és a programok további részében a Tokai Jazz Fesztiválra fogunk még ellátogatni, majd mindenkit szeretettel várunk vasárnap egy záró kiállításra a Tájai Alkotó Művésztelepnek a záró kiállítására, annak pedig ugye az itt alkotó, az egész héten való alkotásnak a lezárása képen, ez egy megnyitó, ami egy kiállításnak a megnyitója. A művésztelep lezárása és egyben a kiállítás megnyitása. A mostani művésztelepünk az első Tájai Alkotó Művésztelepől annyiban tér el, hogy tavaly hagyományosan tájképeket készítettek az itt alkotó művészek, idén pedig próbáltunk olyan művészeket hívni, akik kortárs alkotásokat hoznak létre, ez alatt értve azt, hogy lehet ez konstruktív,
figurális alkotás, absztrakt, de mindenképpen modern, ami például megállná a helyét a világ bármelyik pontján egy galériában. Az alkotás, az alkotót művészteletnek a tematikája a nő és az idő. Elsősorban annó azért találtuk ki a Badics Katalinnal, a főszervezőtársammal ezt az egész tematikát, mert pályáztunk, és azt gondoltuk, hogy mégiscsak jó úgy elindulni egy művésztelepen, hogy adunk egy keretet az egész történetnek, ami alapján lehet alkotni. Bár itt a többi alkotóval már beszéltük, hogy itt annyi lehetőség nyílik a borokról, a tájról, a minket körülvevő dolgokból ihletet nyerni, hogy tulajdonképpen már legszívesebben elhagynánk ezt a tematikát. Mindenki elkezdett e szerint alkotni, de most már azt gondolom, hogy az egyre előre haladott időben az egyre több munka, az már más tematikával öltözködik. A műhely célja leginkább az, hogy a kortárs művészetet az egész országban, olyan régiókban, ahol még jobban kedvelt hagyományos művészeti ágazatokat fogadnak be az emberek, megismerkedtessük őket ezzel a kortárs modernebb alkotói képekkel. Akár majd jövőre tervben van, hogy szoborral és nemzetközileg is szeretnénk terjeszkedni. Külföldi művészeket szeretnénk hívni, és a célunk az az, hogy bemutassuk ennek a régiónak a kortárs művészetet. A záró kiállítást augusztus 14-én tartották, mely során köszöntőt mondott Orosz Csaba, a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektor helyettese, majd a Flirt Akusztik koncert vette kezdetét Szarka Eszter és Kolosai Ferenc előadásában. Kincses Alapítvány küldetése közé tartozik, hogy a nagy múlttal rendelkező közép-európai művésztelep és szabadiskola nyitott szellemiségét és kezdeményező lendületét tovább örökítse. A fiatal művészek bemutatásával és az újdonságok iránti fogékonyságával egy jövőben meghatározó műhelyé szeretne válni. Családi délután tartottak a polgárőrök augusztus 28-án Gesztelyen a Közösségi Házban. Az eseményen kiértékelték az elmúlt évet, és megbeszélték a jövőben előttük álló teendőket. Az esemény jó hangulatban telt, amelyről többek között Bogdán Rita és Tihanyi Tóth Csaba gondoskodott. Gesztely község önkormányzata kiemelten támogatja a helyi polgárőr egyesületet, hiszen az önkéntesek jelentős szerepet vállalnak a település közbiztonságának megőrzése, javítása érdekében. A szolgálatellátásokon túl a polgárőrök különböző közösségi, szabadidős programok szervezésében is segítséget nyújtanak, és pályázatokon is eredményesen szerepelnek. A közösségi programok fejlesztése Gesztely településen projekt keretében belül rendezték meg augusztus utolsó napjaiban az egyesület tagjainak és a meghívott vendégeknek a családi délutánt, ahol kötetlenül beszélgettek, jó hangulatban ünnepeltek a résztvevők. A Gesztelyi Polgárőr Egyesület jelenleg 61 fővel, vagy nagy a létszám, működik. Évente szoktunk évértékelő közgyűlést tartani. Általában úgy szoktuk, hogy családi nappal egybekötjük, és akkor ilyenkor a elmúlt év munkáját értékeljük, hogy mik voltak azok a kihívások, amikkel esetleg a polgárőröknek szembe kerültek, milyen minőségben tudtuk elvégezni a munkát, és akik ugye valamilyen pluszt nyújtottak az éves tevékenységre, azokat szoktuk díjazni vagy jutalmazni. Ezzel is arra ösztönözzük, hogy mi vagy ez egy önkéntes vállalt munka, hogy egyre többen és jobban ellássák a feladatokat. Az elmúlt évben és előtte való évben is a Covid-járvány az ugye közbeszólt a polgárőrség életében is. Mivel hogy Gesztelyben a közbiztonság helyzete évről évre javult, tehát azt mondhatjuk, hogy most már nagyon jó a közbiztonság helyzete,
Mivel a Covid járvány közbeszólt, így különös feladatokat rótt ránk. Orvosi rendelőnél kellett eligazítani a lakosokat, hogy milyen távolságot tartsanak áruháza, boltnál, gyógyszertárnál, és ugye van egy társközségünk Újharangod, oda is ugyanúgy orvosi rendelésekre ki kellett járnunk, és akkor ezeknek a szabályoknak a rendeleteket betartatni a lakossággal, vagy hozzászokatni ezek a betartásához. Most a Gesztei Polgári Egyesület az elmúlt év folyamán, amihez nem kellett önerő, olyan pályázatot próbáltunk megcélozni, mivel hogy egy nagyon kis költségvetésű, nagyon kis pénzből, adományokból, támogatásokból tartja fel az Egyesület magát, ezért önerős pályázatokon egyedül mi nem tudunk részt venni. Ami azt jelenti, hogy 2 pályázaton indultunk el, ezt hál' Istennek megnyertük. Az első pályázatnak a teljes összegét a térfigyelő kamera rendszerhez csatlakozó számítógépes rendszer felújításához, vagy legalább megújításához használtuk fel. A második pályázat, ez egy ilyen olyan eszköz beszerzési pályázat, tehát abból pedig próbáljuk az Egyesület egyenruháknak a pótlását, vagy az új belépőknek a ruhájának a megvásárlását erre fordítjuk. Aztán elindult még a Polgár Egyesület 2 pályázaton, amit a Gesztei Község önkormányzatával ketten közösen tudtunk megoldani, mivel hogy önerős pályázat, előfinanszírozásos. Az egyik pályázat, 2 meg is nyertünk, 2 pályázatot. Az első pályázatból az Egyesület irodájának a tetőszerkezetének a cseréje fog megvalósulni. A második pályázatból szintén eszközök beszerzése és rendezvények szervezését lehet finanszírozni. Na most ugye ezt mi, mint Egyesület nem tudtuk volna megvalósítani semmiféleképpen, mivel hogy az Egyesület nem rendelkezik szinte csak annyi pénzeszközzel, ami éppen a fenntartáshoz elégséges. Ami a fő feladata a Gesztei Község közbiztonságának a most már azt mondom, hogy szinten tartása, tehát nem hogy javuljon meg, hogy kevesebb legyen a megszüntetni, úgy sem tudja, sem egy egyesület, se egy rendőri szerv, hogy ne legyen, hanem a mostani helyzetnek, a tavalyi év helyzetnek és a napjainkban lévő helyzetnek a fenntartása, az egyesület létszámának a megőrzése, pótlása, és ugye az egyesület tagjainak a tagjaiban tartani az erőt, hogy igenis megéri, hogy nem haszontalan a munkája. Tehát most ez a célkitűzés, mert ugye sajnos a mai világban olyan helyzet van, hogy sokan elkeserednek, vagy nem látják a jövőt. Tehát ez most nekünk ez a fő feladat, hogy egybe tartsuk az Egyesületet, és továbbra is ilyen színvonalon tudjunk dolgozni. Az Egyesület kiváló kapcsolatot ápol a község önkormányzatával, a képviselőtestület pénzügyileg is támogatja a polgárőrség működését. A cél, hogy garantálják a településen élő emberek biztonságát, ezt tartja legfontosabbnak a község polgármestere is. A településen több mint 20 éve működik a Polgárőr Egyesület, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos az itt élők számára, hisz a közbiztonság egyik alapköve, természetesen a rendőrség mellett kiegészítik egymást, vagy inkább úgy mondanám, hogy a rendőrség munkáját segítik. Az önkormányzat lehetőségéhez képest támogatja minden évben a polgárőrség működését. Jelen pillanatban 62 fővel működnek, 0-24 szolgálatot adnak, ami azt jelenti, hogy napközben is látják azt, hogy a polgárőrség, tehát jelen van településünk életében. El kell mondjam azt, hogy a kezdeti időszak eléggé nehéz volt, de ahogy telt múlt az idő, tehát a polgárőrség pályázatok útján és az önkormányzat támogatása révén sikerült az állományt olyan szintre fölfejleszteni, hogy én megmerem kockáztatni, hogy a megye egyik legjobban felszerelt és legjobban működő polgárőr egyesületéről beszélhetünk itt Gesztelyben. Ha jelzés érkezik, azonnal tudnak reagálni rá, és az adott helyszínre, ha kell rendőri segítséget kérve, a rendőrségtől segítséget kérve, ki tudnak menni. El kell mondjam, nagy segítség még a polgárőrség számára, és a település közbiztonság számára az, hogy egy 30 fős kamera rendszer működik, ami nagyban
segít abban egyrészt a megőrzés szempontjából, másrészt, ha már történt valamilyen esemény, akkor annak a feldőítését is elő tudja segíteni. A családi nap keretében Simon István beszéde végén egy-egy palack italt adott át a polgárőr csoportvezetőknek, ezzel is kifejezve elismerését a munkájukért. A program folytatásában Bogdán Rita és Tihanyító Csaba előadásában magyar slágerek csendültek fel. Bácsi József zenéje mellett közös vacsorával zárták a gesztei polgárőrök. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Baleset Megelőzési Bizottság az idén második alkalommal hirdette meg a mezőgazdasági gépet vezető mezőgazdászok közlekedési versenyét. Az augusztus 30-án az Európában is egyedülállónak mondható vetélkedőnek a célja a mezőgazdasági gépeket vezetők ismereteinek fejlesztése a biztonságosabb közlekedés érdekében. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság kiemelt figyelmet fordít a megye közútjain történő biztonságos közlekedésre, amiben a vidékre jellemzően jelentős számban vesznek részt a mezőgazdasági járművek is. A Kurilla Gabona Kft. Mérai telephelyén szervezett megmérettetésen 19 mezőgazdász vett részt, akik az Axial Kft. Által biztosított gépekkel egyenlő feltételek mellett mutatták meg az ügyességüket, pontosságukat, a szabályok ismeretét a vezetéstechnikai pályán. A feladatok elvégzése előtt elméleti közlekedési tudásukat is tesztelték a résztvevőknek, és azt is felmérték a vetélkedő bírái, hogy a szokásos reggeli munkakezdés előtt milyen módon, mit és mennyire pontosan ellenőriznek munkagépeiken, mielőtt kigördülnek a telephelyükről. Mai napon kerül megrendezésre területünkön a második mezőgazdasági járművezetők versenye. Igazából ennek a versenynek a megrendezésére azért került sor, mert mindenki tapasztalja, hogy szinte az év minden időszakában rengeteg mezőgazdasági jármű közlekedik közútjainkon, ami fokozott balesetveszéllyel jár a közlekedés résztvevői számára. Ezért gondoltuk azt a tavalyi év folyamán először, hogy megrendezünk egy mezőgazdasági járművezetők részére kigondolt versenyt, aminek tulajdonképpen a célja, hogy felelevenítsük az elméleti és a gyakorlati ismereteket. Tavalyi verseny követően nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől, hogy nagyon jó volt a verseny, hasznos ismereteket, új ismereteket is szereztek tőlünk is, illetve a kollégáktól is. Tehát itt lehetőség van megbeszélni a kollégákkal is a tapasztalatokat, illetve hát nyilván elméleti tudásban, kressztudásban, illetve gyakorlati feladatok terén is számos hasznos ismerettel bővültek. Igazából ez a verseny meg lett hirdetve a polisz.hu oldalán is, tehát bárki számára az egész országból akár lehetett volna erre a versenyre jelentkezni. Az a jellemző, hogy elsősorban tehát Borsod megyéből voltak jelentkezőink, illetve megyén belül is inkább az Encsi kapitányság területén, de jelentkeztek Szabolcs megyéből is egyébként. Jelen pillanatban 20 fő részvételére számítunk, tehát a jelentkezési, illetve a nevezési lapot ennyien küldték be. Részben, ahogy korábban is említettem, elméleti feladatok lesznek, illetve gyakorlati feladatok. Az elméleti feladatok közül kreszt teszt került összeállításra, ami kizárólag mezőgazdasági jármű vezetők részére került összeállításra, tehát ilyen jellegű kreszt kérdések lesznek. Lesz továbbá egy egészségügyi állomás, ahol majd egy újraélesztéses egészségügyi feladat lesz,
illetve gyakorlati feladatok közül lesz egy ügyességi pálya, amit látható mellettünk. Pótkocsinak a rákapcsolása, azzal való elindulás, tolatás, szalon, tehát ilyen ügyességi akadálypálya lesz, illetve lesz még egy ilyen gyakorlati feladat, a gép elindulás, tehát elindulás előtti gép ellenőrzés, mik azok a fontos dolgok, amelyeket elindulás előtt szükséges és kötelező ellenőrizni a járművezetőnek a járművön, tehát hogy megfelelő technikai feltételekkel, paraméterekkel induljon el a közlekedésbe, illetve hát meglepetés lesz, hogy egy járműszerelvényen rejtettünk el hibákat, és az lesz a feladat, hogy ezeket a hibákat a gép ellenőrzés során a járművezető észreveszi-e. Nagyon sok mezőgazdasági jármű közlekedik az útjainkon. Sajnos vegyesek a tapasztalatok, tehát vannak olyan járművek, az új járművek, amelyek már modernek és megfelelő technikai feltételekkel rendelkeznek. Inkább a régebbi járműveknél, az MTZ traktoroknál szokott előfordulni, hogy műszakilag nem megfelelő állapotúak, ezek már régi, öreg járművek, tehát nyilván a korukból is adódóan több hiba fordul elő ezeknél a járműveknél, illetve hát olyan problémák szoktak még előfordulni, hogy adott járműszerelvény nem közlekedhetne a közúton, mert például nem vontatható lenne, vagy a járművezető nem rendelkezik a járműszerelvény vezetésére megfelelő vezetői engedéllyel. A verseny szakmailag is támogató Axial Kft., a Magyar Közút Nonprofit Zrt. És a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei balesetmegelőzési bizottság által biztosított díjak méltó elismerésül szolgáltak a résztvevőknek, amelyeket a cégek képviselői és Brezovcsik Ádám őrnagy, a főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezető helyettese, valamint Antal István rendőrezredes, az Encsi rendőrkapitányság vezetője adták át az első helyezett Kovács Tamásnak, a második helyezett Bánhidi Balázsnak és a bronzérmes Balázs Máténak. Hétfőn alapvetően sok napsütés valószínű a gomoly felhő képződés mellett. Néhol lehet gyenge csapadék. Többfelé megélénkülhet az északi, északnyugati szél. Hajnalban általában 8 és 15, délután többnyire 19 és 25 fok valószínű. Másnap kissé vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. Élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A minimum hőmérséklet 6 és 15, a maximum 20 és 26 fok között várható. Szerdán kissé vagy közepesen felhős lesz az ég, csapadéknak csak kicsi az esélye. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A minimum hőmérséklet 7 és 14, a maximum hőmérséklet 21 és 27 fok között várható. Térségünkben fronthatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink, a Globo Televízió heti közéleti műsorát, a Globo magazint látták. Új adása legközelebb szeptember 18-án várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu. Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét mindennapján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!